húzom, és körülbelül ilyen lesz a madárka, de ez jobbra-balra még csúszhat, hiszen itt az a lényeg, hogy ilyen finom a madár alatt, ugye ez a fáknak a zöldjeit szimbolizálja. Hogyha olyan krétád van, amint rajt van még a papír, akkor stílkéssel le kell vágni, és papír nélkül általában félbetört krétákat használunk. A finom munkákat, tehát amikor olyan a szeméhez akarsz nyúlni, vagy a csőréhez, azt mindig vékony valamivel csinált. Tehát vagy ez a pitkréta, vagy pasztelceruza. Kicsikét kiviszem, váltogatom a színeket, nézem, hogy körülbelül milyen szín, és ez körülbelül kirajzolja a madárnak a testét. És igen, szeretnénk megmutatni közelről is. Ilyen lett a kép.